Boldogság, gyere haza! <laughs> van egy ilyen szám, boldogság, gyere haza. Ugye, hol is van a boldogság? Hát, otthon. Otthon, édes otthon. A házunkban, a testünkben és az épített környezetünkben van a boldogság. Amikor ez a boldogság nincsen, ott nincsen jelen, akkor vagy a testben, vagy pedig a házunkban keresendő a probléma. A boldogtalanság általában dél-délnyugatos, nyugatos bejáratok hozzák el. A boldogságot a kelet az hozzá, illetve az anyagi boldogságot az északi bejárat. Ez ilyen egyszerű. Amikor az épített környezet rendben van, és mégis hiányzik a boldogság, akkor az azt jelenti, hogy az illetőnek a stresszeit kell csökkenteni. Erre jó a mantra meditációs módszerem. A stresszek csökkentésére, eltüntetésére. Ha megvan a stresszek csökkentés, eltüntetése, és még mindig hiányzik a boldogság, felbuborékoló, jótékony mezeje, akkor az életfelfogásunkban kell még keresni a problémákat. A kötődésünket kell oldani, ami a világ tárgyaihoz kapcsolódik. Személyekhez kapcsolódik. Gondolatokhoz, ideákhoz kapcsolódik. A hamis tudást kell igaz tudásra lecserélni és a boldogság vissza fog térni hozzánk. A mantra meditációs módszerem segítségével, ahogy tűnnek el a stresszek, az ember egyre inkább megszabadul a testi gúsba zártságtól, a húsba zártságtól. Amit egyébként a hústoxinok is okoznak, aki még húst teszik, az húsba zárja magát. De hogyha már valaki nem eszik húst, és elkezdi a rendszeres mantra-meditáció jogát, szépen fokozatosan megtapasztalja a végtelen transzcendens tudatosság mezejét, élő eleven mezejét, a csendbirodalmát, a nagy-nagy semmit, és ez a nagy-nagy semmi, Végtelen értelem és intelligencia, ez a forrása mindannak, ami van és létezik. Ez a létezés mezeje. Ezzel kapcsolatba kerülve az ember egyre jobban átitatódik vele, és miközben napi rendszerességgel végzi a munkáját, tanul, dolgozik. Házkörüli munkák, munkahelyi munkák, család, tehát éli az életét, integrálja magába építi ennek a belső meditációs csendnek az összes tulajdonságát. A létezés mezejének, a tiszta eleven tudatosság mezejének minden egyes végtelen minőségét integrálja magába építi a cselekvései által. Stabilizálja, megalapozza a tiszta tudatosságot. Tehát nem elég csak meditálni, cselekedni is kell. Nem elég cselekedni, meditálni is kell. Nézzétek meg az upanisádokat, erről szólnak. És ekkor, amikor ez az integráció létrejön, létrejön az, hogy az ember egy végtelen csend óceánnal kezd el, ami a szívébe, elméjébe beépül, és ott él, és súg, és segít, ezzel a boldogság óceánnal és csend óceánnal szívében, elméjében, tiszta boldogságban éli a hétköznapjait. Ez egy csodálatos állapot. Ez egy csodálatos állapot. Érdemes megismerni. Érdemes használni ezt a technikát, érdemes megtanulni ezt a technikát. Nagyon gyorsan, körülbelül 3-4 nap alatt meg tudom tanítani ezt minden ember számára, és hogyha valahol összegyűlik egy 4-5 fős csoport, akik a mantra meditáció jogába szeretnének elmélyedni, kérem, még most, minél előbb jelentkezzenek rá, hogy minél előbb időpontot találjunk nekik, és megtanulhassák ezt a technikát. Körülbelül 20 percet kell reggel és délután meditálva tölteni, ahhoz, hogy valaki egy-két év alatt beépítse tudatába, testébe, szívébe, elméjébe, értelmébe a végtelen csend és nyugalom tárházát, miközben feloldja a stresszeket, és miközben éli az életét. A technikát négy egymás után következő alkalommal lehet ugye megtanulni. Körülbelül másfél-két órás előadásokban mindent megtanulunk arról, hogy hogyan működik a testünk, hogyan működik az elménk, hogyan működik az értelmünk, a szívünk. Mik a magasabb tudatállapotok, hogyan jön létre a meditációs állapot, ez hogyan marad fent meditációs során, és meditáció előtt, közben és után mi az, ami a legjobb nekünk, hogyan tudunk felkészülni a meditációra, hogyan tudunk meditálni, hogyan működik a meditáció, hogyan nem működik a meditáció, hogyan lehet úgymond elrontani mert az ember képes arra, hogy a természetes folyamathoz hozzáadjon, vagy elvegyen dolgokat, akkor az már nem lesz természetes. De amint jól működik a meditáció, és rendszeresen gyakorlunk reggel és délután, egy csodát fogunk megtapasztalni. És ez a csodát, ezt úgy hívják, hogy megvilágosodott, tiszta, tudati állapot. És ebben az állapotban nincsenek problémák. A problémák azt jelenti, hogy a tudatszintünk alacsony. De mivel a tudatszintünket minden nap egy technikával a legmagasabb szintre, a létezés szintjére emeljük, így a problémák előbb-utóbb megoldandó feladatokká válnak. És amikor megoldandó feladatokká váltak, van, amit sok munkával, van, amit kevés munkával, de meg tudunk oldani és eltűnnek a problémák az életen, életünkből. Minden problémára az a válasz, hogy nincsenek problémák, csak megfelelően magas tudatszintről kell kezelnünk őket. Ehhez nyújt segítséget a Mantra Meditáció Joga technikám, amit mondom, négy-öt fős csoportok számára nagy örömmel bárhol az országban átadok, megtanítok. Ha tetszett ez a videó, kérlek lájkold, iratkozz föl a Youtube, a és a TikTok csatornáimra, és oszd meg minél több ismerősöddel, ha úgy érzed, hogy rájuk is tartozik ennek a videónak az üzenete. Boldogság, gyere haza! Szép napot mindenkinek, sziasztok!